Hétfőn elindult a Karitás csoport 2024-es nyári napközis tábora. Az önkéntes csoport számos jótékony célú rendezvények közé tartozik már több mint 25 éve a rászoruló nagycsaládosok gyermekei részére rendezett egyhetes tábor. Idén több mint 40 általános iskolás érkezett az Öreghegyi Római Katolikus plébániába, ahol színes programok várták őket. A programok nagyon változatosak. Három napot tervezünk most itt a plébánián, kézműves foglalkozás, kutyásoktatás, sportoktatás, számháború és különböző játékokkal készülünk még nekik. Délben ebédet kapnak, idehozatjuk házi főzésű kosztot rendelünk a gyerekeknek. A hétfői nap során a gyerekekhez kutyusok érkeztek. Megtanulhatták, hogy hogyan kell viselkedni egy házi kedvenccel, valamint, hogy hogyan válhatnak felelős gazdivá. A hét második felében buszra szállnak majd a táborozók, és meglátogatják a vármegye különböző érdekességeit, így például a Fehérvár csurgói kastélyt. A délelőtti programok után délután minden nap lehetőség van szabadjátékra, de közös egyházi énekek tanulására is. A legjobb része az az, hogy ugye katolikus ez a tábor, és én magam is az vagyok, szóval ez egy nagyon jó része szerintem a tábornak, hogy belekeverik a katolikusságot, és a programok azok itt jók. A Karitás csoport idén is gyűjtést rendez a rászoruló nagycsaládosoknak, hogy megkönnyítsék az iskola kezdést. Az adományokat, felajánlásokat augusztus 20-áig várják a plébánián, vagy a csoport számlaszámán.